A Dombóváron élő szobrászművész Lukács József Jóka kiállítása látható a Majoros Galériában. A fa és kőszobrok alkotásával foglalkozó művész tanulmányait Budapesten, Pécsett és Angliában végezte. Mint mondja, elég korán megjelent az alkotás az életében. Hatodikba kaptunk egy új rajztanárt, Morvai László személyében, aki, hát ő húzott bele ebbe az egész dologba, neki megtetszett egy-két munkám, és ő javasolta azt, hogy menjek el a Gál Imre rajzszakkörbe, ha van kedvem. És akkor először hezitáltam, mert akkor még erősen sportoltam, és akkor egyszer csak lementem, és kész, vége. Majd annyi volt, azután ott ragadtam. Fél pont hiány nem vettek föl 1983-ban a képzési természeti szak középiskolába, így aztán az volt, hogy szülői tanácsra mondták, hogy menjek faipariba. És egy évig jártam a faipari suliba, az Egressy útra, és utána fölvettek, akkor meg majdnem maximum pont szám a kisképzőbe, és utána sokáig én nem foglalkoztam így ezzel a dologgal, hogy fa vagy intarzia, amikre akkor jelentkeztem annó, és hanem Pécsett diplomáztam 95-ben először, és akkor már én elkezdtem foglalkozni újra. Azzal, hogy a régebbi részkarc lemezeimet, fa metszeteim, illetve linó metszeteim dúcait kezdtem el felhasználni a képeimben, és akkor egyre inkább maradt az, hogy na, két és fél dimenziós kiterjedésű, még falra akasztató fatárgyakat csináltam, és akkor elindult a dolog, hogy kész, akkor maradt a fa és a kő. Mesterei között volt Keserű Ilona és Colin Foster is. Doktori fokozatát summa cum laude minősítéssel szerezte meg, munkáival pedig számos külföldi és hazai gyűjteményben találkozhatnak az érdeklődők. Amíg ezekre a tárlatokra kerülnek a fa és kőszobrok, az sok munka előzi meg. Nagyon sokat rajzolok előtte. Tehát az, hogy a grafika és a szobrászat számomra teljes mértékben összekapcsolódik, ebben visszanyúlhat az, hogy eredetileg én festőszakon végeztem. Úgyhogy, de mostanság az elmúlt 20-30 évben azért nem direkt módon festek hogy ezzel, de a lényeg az, hogy sokat rajzolok. Fontosnak tartom, és hát akkor valamilyen terv alapján elkezdem faragni akár a fát vagy a követ, de egyértelműen, ami meghatározza az, hogy én teljes mértékben tiszteletbe tartom azt az anyagot, tehát egy egyenrangú párbeszéd az, ami az anyag és én köztem zajlik. Ugyanolyan fontosságúnak tartom azt, hogy ismerjem azt az anyagot, tehát nem az, hogy meg valamilyen kor meghaladó ötletem van, és én azt feltétlenül kivitelezni szeretném, hanem egy konszenzus az anyag és én közöttem. És ez az, hogy én hiszek abban, hogy a munkának így, ha van valamilyen jellegű mondani valója, az közben születik. Tehát nem az, hogy, tehát nem illusztráció. Vannak olyan jellegű munkák is, vannak olyan jellegű szobrok is, amelyek illusztrálnak, akár egy ideát, akár egy nézetet, akár egy irányzatot, akár, ha már ilyen szép szóval mondjam, trendi dolgot, de én ettől távol tartom magam. A Meglepetés 54 címet viselő kiállításon a látogató találkozhat a művész grafika, kő és fa munkáival egyaránt. Valójában ez egy olyan jellegű bemutatkozó dolog, mert itt azért vegyesen vannak. Tehát van régebbi, tehát 20-22 évvel ezelőtti munkám is, mind grafika, mind szobor is. Valamit most kaptam vissza 2009 óta, az kicsit restaurálni kellett, stb. De az a lényeg, hogy egy összefüggő anyag legyen, ami... hát így bemutatja az én grafikai és szobrászati tevékenységemet. Szerencsére úgy van, hogy túlnyomó részt azért nagyon sok ember megkérdezi, hogy megfoghatja-e, és hát természetesen a válaszom az, hogy abszolút igen. Mert hogy a szobor az amúgy is érintéssel,
hozzányúlással alakul, független attól, hogy ott van a szerszám, vagy a véső, vagy a kalapács, vagy bármi, de egyértelműen az, hogy milyen jellegű kontaktust vált ki az emberekből, és ez már így adja magát az, hogy na, hogy milyen jellegűen megyünk hozzá közel a szoborhoz, hogy nem félünk tőle, és hát nem múzeum. Tehát nem az, hogy hú, megérintjük, akkor baj lesz. Nem, ezeket, ha lehet, akkor nyugodtan meg lehet fogni. A tárlat december 10-ig látogatható a Dombóvári Művelődési Ház Majoros Galériájában.